A mi időnkben is késtek a szőkehajú lányok. Ez az ő kiváltságuk. Hello, Anna! Jó reggelt! Ez nagymákunk van, hogy még lovat is látunk. Csak megint nem látom, hogy mit látok. Ott jön a lóvacskani. A Dunapart. Bepillantást ad az egész ösvény az ártér csodálatos, szúnyogos világába. És valóban lett tiszta az érkilátás. Indul a hathengeres limbóhintó, aki átbújik a léc alatt, velünk jöhet. No, tévedés, nem a limbóhintó indul, inkább a biciklis, új biciklis évad indul, nevezetesen 2019. május 11-e van, és hát neki csapunk az új szezonnak. Ahol most vagyunk, az Káposztásmegyer, mint indulási állomás, a református templom, és már elő vagyunk készülve is, de még várunk valakit, és utána bizony tényleg nekicsapunk az idei év első sajtónyilvános, azaz videóra vett biciklitúrájának. Végre az idő is jónak ígérkezik, mert eddig bizony nagyon, nagyon tréfli volt az idő sok tekintetben. Meg hát sok munkám is volt, úgyhogy egyelőre május 11-e az első ilyen hosszabb túra. Na, hajrá! Egyébként Káposztásmegyer, ez budapesti pesti részének itt az északi része, és hát gyakorlatilag egy 30 ezres nagy panelváros. Valamikor a 80-as évek végéig épült. Tehát ezek a nagy panelek. De azért már elég szépen megnőttek a fák, úgyhogy viszonylag így nyáron egy nagyon szép élhetőnek tűnő panel, már amennyire egy panel élhető lehet. Főként nekem, aki inkább a puszták szabad népeként határozom meg magam, hát én nem rajongok az ilyen dolgokért, de van akinek viszont ez a jó. Minden esetre a lakótelep mellett található a farkas erdő, ez egy kicsit ilyen élhetővé teszi ezt a vidéket. De hát nem is mondtam el, hogy hova megyünk. Még mielőtt elmondanám, hogy hova megyünk ma, annyit mindenkit azért megnyugtatok, hogy olyan túra lesz ma, amit még én is bírok. Ugyanis, hát szerintem nem az órákat kéne visszaállítani különben, hanem a mérlegeket. Arról kéne rendeletet hozni, hogy február 28-án minden mérleget 5 kilóval vissza kell állítani. Na, erről kellene törvényt hozni. Elhagyván Budapestet, átbújunk majd a vasút alatt, csak itt le kell okoskodnunk magunkat. Jaj, adásszünet! Szóval elhagyjuk Budapestet, átbújunk itt a vasút alatt. Ez itten furmányosan megközelíthető járda tulajdonképpen, de biciklizésnek jó. És a vasút fölött még ott átmegy a M0-ásnak a hídja, tehát ez itt ilyen háromszintes hiper-szuper csomópont. A mai túránk címe Dunakanyar részletesen. Ezen belül is a Dunakanyar bal partján fogunk végigmenni, a sokak által szerintem jól ismert bicikli úton. De nem csak végigmegyünk, hanem nagyon szépen részletesen fogunk végigmenni.
ezt a videót tehát azoknak ajánlom, akik szeretnének belekóstolni a túrabiciklizésbe, és több élményt szeretnének gyűjteni, mint hogy végig suhanunk a táj mellett biciklivel. Talán azért állok meg most itt egy picit, mert hogy innen jól lehet követni ezt a túrát, aki szeretne ehhez csatlakozni, ez Dunakeszi alsó Kies vasútállomása, és akkor itt mi megvárjuk még Annát is. Mert hogy most nem egyedül megyek végig ezen az úton. Na, amíg Annára várunk, addig két mondat a Dunakanyarról. Ugye ráközelítek itt a földrajzatlasz kapcsán. Ugye, hogy a Duna elkezd folyni az Alföldön, elkezd keleti irányba fordulni, és ez csinál egy ilyen déli kanyart. Ugye ezt mindenki látja a térképen, ezt a tájegységet nyilvánvaló, hova szaladunk. Szóval ezt hívják Dunakanyarnak. És hát ezt a tájat fogjuk mi most bebuklászolni, hogy mettől meddig tart a Dunai kanyar, az nehéz belőni, de egy biztos, hogy Esztergomtól, hát majdnem azt mondom, hogy Budapestig ezt a tájegységet lehet Dunakanyarnak hívni, és mi a bal partján, ugye folyás irányjal lefele kell nézni, tehát mi a bal partján fogunk fölmenni egészen gyakorlatilag Budapesttől, mondjuk úgy, hogy idáig az ország határig, Szobig, ugye, mert ez a rész itt már Szlovákia. Na, most már Anna is jöhetne azért, mert sietni kéne. Hajrá! Na, csak jön Anna is, végre. Hát, kicsit késik, de hát ilyenek a szőkehajú lányok. A mi időnkben is késtek a szőkehajú lányok. Ez az ő kiváltságuk. Hello, Anna! És innentől kezdve értelmezhető bicikli út is van végig egész a Dunaparton, de mi most majd jobbra elmegyünk a következő lehetőségnél, mert ugyanis megnézzük a Dunakeszi repteret, lóversenypályát, meg egy pár ilyen dolgot, meg ha lehet látni, még pockokat is nézünk. Jobbra, igen! Aki tovább szeretne menni, itt egyenesen tud menni, de mi most bemegyünk és körülnézünk a lóversenypályán. És itt lesz lóverseny is holnap, ha jól látom. Hát nem itt van lóverseny, hanem a lobbyfesten ered. Ja, Anna mondja, hogy nem is itt van lóverseny, de mintha itt valami plakáton is hirdették volna a lóversenyt, vagy military. Ja, military. Military. Az ilyen ugratós. És itt balra menjünk föl! Megálltam, és a legfontosabb információ, kutyával belépni szigorúan tilos, zavarja lovakat. Ez itt előttünk a Dunakeszi alag lóversenypálya, ottan az a nagy rét, az a repülő tér, és mi most ezt meg fogjuk kerülni. Ez azért így még szembefényesen is jól néz ki. A terv nagyon egyszerű, megkerüljük körbe a repteret, megnézzük a birkákat, és aztán a másik oldalon jövünk vissza, ott a hangároknál. Csak ez az út, ez nem biztos, hogy olyan jó a videózás támogató. Ezer birka van itt a birkásnál, ott a tanyán. Itt jobbra, Ancsika, ezen a kis, azon. És akkor itt legeltetik őket. Szóval, amit most látunk, ez a Dunakeszi reptér. És a birkák azok megnéznek. Ami érdekessége a reptérnek, hogy itt van Magyarország egyik legnagyobb ürge populációja itt ezeken a földeken. Hát lehet, hogy látunk is majd, de már nagy a fű ahhoz. Nem tudom, hogy látszanak-e az ürgék, mert most itt teljesen szembefényes nekünk, de ott szaladgálnak az ürgék. És ahol ürge van, ott sas is van.
úgyhogy itt nagy ragadozó madárak szoktak körözni fönt a levegőben. Most nem látok egyet se, de többször láttam már. No, fölértünk a domb tetejére, és innen azért van panoráma. Előttünk ugye a reptér, ott a fehér korlátok mögött a lóversenypálya, majd azzal jobban megismerkedünk. Ott távolban a budai hegyek, a legmagasabb innen a háromas határhegy, és az ott már a Pilisnek a nyomulányai, nagy kevély, azt ott nem is tudom melyik, de és ott vannak előttünk a hangárok. Jobbra pedig len, itt ilyen árvalány hajas, galagonyás téli pálya. A téli pálya az azért téli pálya, mert homokos és gyorsan felszárad a lóversenyhez. Mi gyerünk, Ancsi, itt le, nem kell azon végig, bár nincs itten tüsök, legalábbis reméljük. És akkor leúrunk a hangárokhoz. Ezt a repteret a szovjet hadsereg létesítette a II. Világháború alatt. Kellett nekik valami leszállóhely, és ezt találták ki jónak. Azóta is itten sportrepülőtér működik. A legjellemzőbb, amit azt hittem, hogy lesznek kint vitorlás gépek, csörlővel fölhúzzák, és akkor csinál itt egy pár kört, és némelyik nagyon magasra is tud emelkedni a termikek miatt. A termikek pedig len fölfele szálló meleg áramlatok, azokból lesznek a zivatarok. Napsütés kell hozzá, gyorsan fölmelegedő talaj, és akkor ez így szállítja fölfele a meleg levegőt a vitorlázó repülőkkel együtt. Állítólag 6000 méterig is fölmegy egy-egy ilyen jó termiknél a vitorlázó gép. Hát, arra azért szerintem itt nem sok példa van, mert itt jön el fölöttünk a Ferihegyre vezető légi folyosó is. Ott vannak bent a gépek, a vitorlás gépek. Úgyhogy csak lesz repülés, de mi azt nem várjuk meg. De fölmegyünk, megnézzük őket jobban. Hát ez is egy nagy szenvedély lehet ott fönt. Nem piskóta. Na tolják kifele a vitorlás gépet. Így ezeknek nincs motorja, csak a szélre meg az áramlatokra hagyatkozhatnak. Ez nagy mákunk van, hogy még lovat is látunk, csak megint nem látom, hogy mit látok. Ott jön a lóvacskani. Trap, 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 trap. Szóval ez itt egy edzőpálya, itt tartják a lovakat. Jól megy, Ancsi? Jól, mondjuk ez itt nekik az emelkedő. Igen, itt egy kis dombocska. Szóval egy edzőpálya, és csak ritkán vannak versenyek, mondjuk holnap lesznek. És megnézzük a rejtélyes Baden-Badent. Szóval ezt az alagi lovas pályát 1880-as években Széchenyi hozta létre. Hát ez volt akkoriban a Forma 1. Európa első tréningközpontja. Na, Ancsi mondja, hogy ez volt Európa első tréningközpontja. Ő nagy lovas különben, Anna, tehát rá lehet hallani. De ami most még itt izgalmas, hogy itt forgott a Kincsen filmnek nagyon sok lovas jelenete. Ez itt például a pénztár volt annak idején. Most már csak ilyen rimrom. Szóval ez volt Baden-Baden, Bécs, mi volt még Berlin, meg ilyesmi versenypálya. Úgyhogy ide költözött mindenki, és hát ez itten nagyon jól néz ki különben. Én nagyon szeretem ezt a helyet. Ez itt egy ilyen nagyon homokos terület, és amikor csinálták a versenypályát, akkor ilyen jóképű fekete fenyőkkel kötötték meg a homokot. Aha, és akkor leszállunk majd ott a végénél. A lovakkal nagyon óvatosan kell, mert ők ijedősek, főként ezek a versenylovak.
ezt is Annától tudom különben. Oké, itt akkor leszállom. Ott van például. Itt figyelnek a csikók. Sziasztok! De jó fejek vagytok. Anna elbeszélget velük. Hello. Anna azt mondja, hogy ők bizony angol telivérek. Ezt légy színárak bele a videóba, mert még valaki meglátja, azt mondja, hogy hülye vagy, nem is azok, pedig azok csak így, ki tudja. Ezt is vágd ki belőle, légy szíves. Dehogy vágom. Na, megnézed a biciklimet? Megnézed? Na, szagold meg. Hát, igen. Kíváncsi állatok ezek. Szóval ez így ilyen istálló központ rengeteg lóval. Ott is jönnek szépen, de ilyenkor le kell szállni és meg kell várni, ha elkanyarodnak, mondja Ancsi, jaj, de jó. Szóval ide érdemes bejönni, jó hely, jól néz ki különben, meg a maga is nagyon szép a természeti környezet is. Csak homokos minden. Itt megyünk akkor egyenesen? Aha. Szálljunk le, mert itt úgyis szarazunk. Jó. De te kicsit szabad kállalkodni amúgy? Ritkásan. Jó. Ritkásan szabadka. Amúgy itt a trappoló, és akkor itt lehet bemelegíteni. Aha. Szóval ez itt egy trappoló. Szóval így jönnek itt a lovak, mint az utcán. Természetes. Régen mennyi lovas járt. Itt nyugszik egy lóriporter, akit egy ló tiportel. Mivel kiment a lóriportra, mire a ló eltiporta. Annának nem tetszett. Ne sírj. Ez rímhányó romhányi. Tehát nem saját költemény. No, ez itt a fő utca, a fő bejárat. Na, itt értünk vissza a bicikli útra. Szerintem érdemes bemenézni ide a lovakhoz, különleges hangulatú világ. Na, ez itt a Radnóti gimnázium, és itt a Szent Mihály templom van balra, de majd a főtérről mutatja a jó látvány, úgyhogy megyünk a főtérre, Dunakeszi főterére. És ez itt a főtér. Na, innen mutatja jó képét a város, vagyis a Szent Mihály templom. Hát ez itt így néz ki. Esténként itt ilyen nagy szökőkutazás szokott lenni, mindenféle gicses, piros, sárga, zöld színű víznyalábokkal. De ami fontos, hogy... De még azt is megtiltják, hogy fülöttünk. Még annak panaszkodik. Hát nem szabad inni belőle, Anni, hát most gondolj bele. De hát nem, de ami fontos, hogy ide szépen ki van írva, hogy mik történtek Dunakeszivel. Ez itt teljesen. Krisztus előtt 5000 körül újkor település, stb. Római kikötőerőd, itt végig lehet követni Dunakeszi történetét. Ez itt meg IV. Béla, tudjátok, aki várromokat épített. Hogy miközben van IV. Bélának Dunakeszihez, azt nem tudom. Na, elhagyjuk a főteret, megyünk a Dunapartra. Különben a Keszi, mint szó, utótag, az benne van az ősi magyar törzsek listájába, tudjátok, Kürgyarmat, Megyer, Tarján, stb. És az egyik ilyen a Keszi. És ha minden igaz, azt jelenti, hogy maradék, tehát valami nagy törzsnek a maradványa. A mai túrán végigmegyünk ugye a Duna balparti bicikli úton, Dunakanyarba. Majd mondok egy pár szót a Dunakanyar is. Két dolog fog minket kísérni, egyrészről a Duna,
Másrésztről meg a Budapest-Szob vasútvonal. Ez ugye Magyarország első vasútvonala, 1846-ban adták át, úgyhogy ez mellett fogunk végig menni. Talán azért is jó ez így, aki kezdő, hogy bármikor meg lehet szakítani a túrát, mert hát vonattal vissza lehet jönni a nagyfaluba Budapestre. A következő ilyen nevezetességszerűség, hogy Trianon után ide telepítették át a Felvidékről a vasúti járműjavítást Dunakeszire, és akkor épültek ezek a meseházacskák itt, a járműjavító, vasúti járműjavítóban dolgozók számára. Nagyon aranyos, jó kis hely, olyan kisvárosiasan szép. Ez itt a József Attila. De hogy miért József Attiláról nevezték el? Bár lehet, hogy a vége miatt. Mert őnek is köze volt ugye a vasúthoz szegről végről. Azt mondja, ez morbid. De hát igen. Na, szóval így néz ki ez a kis telep, és maga a járműjavító van. Itt személykocsikat javítanak, vasúti személykocsikat. Ezeket a 10 emeleteseket 1974-ben építették. Itt ezt a hármat, azt hiszem. És akkor még Dunakeszi nem is volt város, hanem egyszerűen falu volt. Úgyhogy olyan falu, ahol 10 emeletes házak voltak. Azt utána épült itt egy nagy lakótelep mögbent, de az már a szocializmus végén. Megérkeztünk a Dunához végre, és ez a dunakeszi sétány, dunaparti sétány. Érkezik a komp horányból, ez itt a dunakeszi horánykomp. Jó sok autó akar átmenni a szigetre, az ott a Szentbe, a Szentendrei sziget. Tavaly voltunk ott. Úgyhogy akinek van kedve és érdeklődik iránta, hogy milyen a Szentendrei szigeten végigmenni, az akkor nézze meg azt. És itt jobbra, ez itt meg a római kikötő maradvány. Úgyhogy, hát igen, a rómaiak se voltak nagyon, mondjuk úgy, hogy bevándorlás pártiak. Fölhúzták ezt a limes nevezetű vonulatot itt a Duna túlsó partján. Akkor éppen jazigoknak hívták a kódítókat. Hát valami jazigok, valami germán. Jobbra föl! Aha, igen. Na, szóval ez már a Duna hivatalos bicikli út. Itt becsapunk kicsit a dombok közé. Anna pörköl ám, mint az atom. Ez a CCCP, az az SSSR felirat, amióta az eszemet tudom, itt volt. Valószínű, hogy a Szovjetunió határát jelentette. Különben nagyon szépen ki van táblázva a legtöbb helyen a bicikliút, és itt most Dunakeszi és Göt között, itt a partmenti felső úton megyünk, lent van balra a Duna, és hát ilyen kis vityillók épülnek erre, ez a szegény negyed. Majd mindjárt mutatok szépeket. Szóval ilyen kis kulipintyók vannak errefele. A bicikli út vonal vezetésében mindig nagy nehézséget jelentenek ezek a befolyó patakok, mert azok nagy mély gödröt vájnak ki, vagy völgyet vágnak ki, és most is egyen itt ereszkedünk lefele, csak félkézzel, nem olyan könnyű kamerázgatni. És akkor
10% ki is volt táblázva, most meg fölfele, és 10%, csak azt már nem tudom filmezni, mert hogy váltanom kell. Hát igen, itt van a márványtábla. Ez a Huzella Tivadar általános iskola. Itt tanult, stb. Itt a kis evangélikus templom után lesz egy feneketlen tó. Na, megnézzük, hogy mekkora a feneke. De már be is úszott a képbe. Itt tartunk egy rövid kis pihenőt. Hát ez egy ilyen csapadékvízzel megtelt tó, de egy ilyen jó kis kiránduló hely. Bemegyek balra. Okay. Megeszünk egy almát. A kis tavacska nagyon sok élőlénynek ad helyet. Szállás, de nem tudom, hogy látszik-e, de ott vannak a ebi halak például a növény körül, a hínár körül. Azok a kis gombócok. Nem tudom, mennyire tükröződik a fény. Félrehajtom, hopp. Ottan jönnek-mennek a fiúk. És akkor itt belépünk a Matrix világába. Na, nem válunk kutyává, hanem sokkal inkább alternatív időzónákba fogunk átlépni, ugyanis itt, ahol a kis víz van a Dunán, tehát a nyár végén, ősz elején, az egyik legszebb természeti látványosság a Gödnek a Homok-sziget, ami itt van előttünk. De mi most azért nem tudunk átmenni, mert hogy most nincs kis víz. Ezért indul az első párhuzamos világ, ugyanis csináltam egy olyan videót tavaly ősszel, amikor a rekord alacsony volt a Duna vízállása, hogy itt bicikliztem abba a Duna ágba, itt előttünk. Hát most ezt nem tudom megtenni. De nézzünk bele, hogy milyen volt a Duna és a Homok-sziget, ami itt előttünk van, amikor kis víz volt. Párhuzamos Matrix 1. A négy évszaknál csodálatosabb dolog nincs a világon. Nem lehet megunni se a tavaszt, se a nyárt, az őszt ezekkel a gyönyörű színekkel, és természetesen a hófehér telet. Már ha van hófehér tél, de ez gyönyörű. Így október végén már minden a tökökről szól, nevezetesen közeledik Halloween. Tudjátok, mi a különbség a Halloween és a Valentin nap között? A Halloween az egy tökről szól, a Valentin nap meg kettő tökről szól. Már feleségem egyszer megjegyezte, hogy szerinte a két ünnep közül a Halloween sokkal szellemesebb. És ilyen, amikor kis víz van, őszi vasárnap délután. Ha valaki esetleg alacsony vízállásnál jön ide a Dunapartra, ezen a túrán, akkor feltétlen érdemes lejönni itt a feneketlen tó folytatásaként a Gödi Zátonyhoz, ami egy homoksziget. Úgyhogy mi most le fogunk ereszkedni hozzá, hát csak ügyesen, és itt a közvetítésünket be is fejezem. És most átkelünk a Dunán, a Dunának az egyik mellékágán. Ja, hogy víz nincs benne? Hát az már nincs. Ugye most 2018 ősze van, október 22-e, és most vannak a legkisebb vízállások a Dunán. Hát érdemes bepillantani a mederbe.
ez egy mellékág. Izgalmas, mi? Visszahódította már a növényzet is. Simán fűnő itt. Na majd erről egy kicsikét többet, mert ugye ebbe pont az az érdekes, hogy leszabályozzák, hogy kis víznél ne jöjjön be ide víz. Apropó, tudjátok, hogy honnan veszi észre az indián, hogy kiszáradt a folyó? Porzik utána a kenu. Tehát ez a Gödi Zátony sziget, amin most vagyunk, Omok Zátony, ez nagy víznél teljesen el, tehát nagy víz esetén teljesen ellepi a Duna, tehát nem áll ki belőle semmi, kis víznél, meg így középvíznél, az elég szép vegetáció van rajta, főként a csalánok mindenféle nemei található meg, meg rajta. De mi most lemegyünk a Duna partra. Nagy élet van. De hát ritka látványosság az ilyen alacsony Duna. Úgyhogy meg is nézzük itt a kőgátat, keresztgátat, meg egy pár ilyesmit. Azért csak kijöttünk a legszélire. Itten azért még folyik a víz rendesen. Jaj! Botorka, botorka. Itt. Hát tényleg majdnem a Duna középéig belóg ez a sarkantyú. Úgy hívják különben hajósok, hogy sarkantyú. Itt, és itt a két sarkantyú között, mert ott van egy másik, itt azért mindig töltődik a Duna, és nő a sziget. Ilyen szempontból, ott meg azért gyorsan fokban folyik a víz, lehet látni, hogy egészen milyen vízállás van. És ami még fontos, és mutatni akarok, hogy ezek meg egy sokszor visszafele folyik a víz, és úgy hívják, hogy limány. És ott meg még egy nagy kabinos is jön. Izgalmas lehet ilyen kis víznél hajózni. És nézzétek meg, milyen kristálytiszta a víz. Sőt, a Duna közepén még biciklizni is lehet. Na, nem sokáig. Egy pillantás a nagy hajóra kis víznél. Princess Carinthia. Katarina, bocsánat. Máltai zászló alatt hajózik. Ártéri erdő. Itt meg egy tipikus középvízigát, amelynek pont az a célja, hogy csak nagy víznél jöjjön be ebbe a mellékágba friss Dunavíz. Kis víznél meg maradjon a főágba. Ez inkább itten talajvíz, mint Dunavíz. Azt írta valami statisztika, hogy itt, ebben az ágban friss Dunavíz körülbelül a időtartam 40%-ában van. 60%-ában meg nincs. Hát most sincs. Már vagy hónapok óta. És akkor visszatértünk most már a való időhorizontra, a mostani időhorizontra, és csak egy mondat Gödről, nevezetesen ez a Göde nevezetű, vagy Gode nevezetű, hát ilyen törzsi névről kapta a nevét, és hát két nevezetessége van, az ebből bemutatott homoksziget és a Dunapart, meg talán a termálvíz forrás, ami van a 70-es évek környékén került feltárásra, és ott van egy jó strand. Göd különben egy jó hely, egy ilyen nagy kertváros az egész. Itt aztán balra, igen balra. Itt jön a... És a bicikli út itt... Szóval a bicikli út az itt a kis utcákon tekereg végig, de szépen ki van táblázva. De mind jobb kezes. Arra figyelni kell, és nekünk is meg kell adni az elsőbséget biciklisként.
Nincs középút, nézzél szét, felszedték az út közepét. Nincs középút, nézzél szét, felszedték az út közepét. Beértünk különben megint a Dunához, és lehet látni, hogy itt most a gáton megyünk egy rövid ideig. Ott a fák mögött, ott a Duna. Jobbra meg a parti szűrésű utak láthatók. Ez egy egész jó kép így a reggeli napfénybe. Egy ilyen kiránduló turistahajó kabinusnak hívják. Lakóhajó tulajdonképpen jön meg a Duna mentén, és az utasokat szállítja, ez jön itt lefele. Azért nem egyszerű a hajósok életese, ott megy a nagy takarítás. Ahogy a térképen is mutattam, ugye ez a Dunakarárnak az alsó vége, ott van Vác, ott van maga a naszály, ami majd később főműsorszám is lesz, és ott a Duna a nagy hegyek előtt folyik el, és balra az ott meg már a Pilis. Hát illetve a Visegrádi hegység, inkább a Visegrádi hegység. A kettőt mindig össze szokták mosni, hát együtt van valóban a kettő, de azért még se geológiailag se, meg tájképileg se egyformák. A szerb olajszállító önjáró, és amit akarok mutatni, hogy emlékeztek a kis víznél a keresztgát? Most a középvíz van, és nagyjából át is bukik raj a gátonna a víz, ott lehet látni, ja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 j. Hol lehet látni? Na ott lehet látni, hogy ott a felső részén még van. És akkor megjöttek a sárkányhajósok is. Nagyon jó kis műfaj. Hajrá! Ne nézzé! Evezzé! Itt Göd után bejöttünk az ártéri erdőbe. És itt van még kettes út mellettünk, de majd lesz ettől jobb is. Csak talán ez a bicikli útnak egy jó része. Sima az út, lehet tépetni. Itt a Szőrligeti kis hajó kikötő. Itt majd lehet, hogy... Jaj! Na, csak sikerül egy szárnyast elkapni, remélem, remélem, hogy ott úszik be az önjáró előtt. Igen! Böcsök! És itt a kikötő kijárata. A Dunapart. És ott van Vác, arra megyünk tovább. Megérkeztünk Vác külterületére, ez itt egy jó táborhely különben. Aki ilyen vadkempingbe is gondolkodik errefele. És hát itt meg nagyon szépen megyünk az ártéri erdőbe. Jó. És itt nyáron is baromi hűvös szokott ám lenni, úgyhogy ez egy ideális hőségút is. Nézzétek meg milyen, mint egy zöld alagút. A Dunának hatalmas árterei voltak régebben, most beszorítottuk a Dunát két gát közé, és csodálkozunk, hogy sokszor van árvíz, ugye nincs, ami ahol szétterüljön az a rengeteg víz. Különben ma a fák és madarak napja van, hát itt aztán van madár bőségesen, és vannak fák is, puha fák, ez a puha fa galéria erdő. Szóval ennek a galéria erdőnek a mértékadó növénye a csalán, és természetesen mindenféle nyír és nyárfa, tehát ilyen puha fa állomány ez a Dunai galéria erdő. Amikor egy ilyen kis tisztást hoz értetek, akkor érdemes jobbra föltérni,
és kicsikét körülnézni, mert erre bizony érdekes látnivalók lesznek. Lesz egy Mária kápolnánk, egy Váci csata emlékművünk, és egy kis tórendszerünk is kacsákkal. Például ott is csücsül egy az útonni. Szia kacsa! Tisztálkodunk, tisztálkodunk? Szia! Nem nagyon zavartatja magát. Laza, mi? Szinte meg lehetne fogni. Na itt is van egy ilyen kis tó, gyöngyszem, kacsákkal, és hogy miért olyan laza a kacsa? Hát azért laza a kacsa, mert hogy itt például még etetőt is lehet venni nekik, és ezek megszokták, hogy ez bizony. Jó hely. Nézzetek meg, ott van egy gúnár, szerintem simán meg lehetne fogni, majdnem. Szia! Pegy. Azért készültségben vagyok. Kipróbálom, hogy meddig szeretné a kacsa. Hát idáig, most már kacsa. Kicsi kacsa. Jobb a békesség, oda már nem megyek utánad. Itt egy Mária forrás, ami már nem ivó víz sajnos, bár régebben liter számra hordták a környékbeliek, és csoda erőt is tulajdonítottak néki. Itt a gesztenye fasorba gyönyörű kialakított kápolna van, Mária nevére fölszentelve, és nyaranta búcsúkat szoktak itt tartani. Van ennek egy csomó története, de akit nagyon érdekel, az nézzen utána majd a neten, Váci hétkápolna, talán így hívják a helyet. És mint minden rendes kápolnához és búcsújáró helyhez, ide is tartozik stáció. Ugye a stációkon Jézus szenvedés történetét ábrázolják ki különböző állomásokon. Van azt hiszem 11 állomásos stáció, 13-as stáció, ugye ezt a katolikus testvérek gyakorolják ennek az útját, de valóban nem egy rossz dolog végigjárni. A hely tulajdonképpen egy történelmi emléke is, és a Váci csatának állít emléket, amiből kettő is volt, az egyik az a szabadságharc tavaszi hadjáratában, a másik meg már az oroszokkal volt, de az inkább csak ágyú csata volt. Az meg ott annak nézi a történelmi emlékhelyet. Itt nagyon sokan eltépnek az egyik lényeges látnivaló mellett, ugyanis itt jövünk fölfele Vácoz, és mielőtt átmennénk a Gombáspatak hídján, ennél a kis, hát nem is tudom mi ez, majdnem azt mondtam vadetető, de tulajdonképpen az, itt balra van bent egy tanösvény. És most mi ezt szépen megnézzük. Szóval ártéri tanösvény, és mindenki is a saját felelősségére látogathatja, de itt azért lehet látni, hogy itt jön be a Gombáspatak, az ártérbe, és megy végig. És hát ez bepillantást ad, ezek a pallók bepillantást ad, az egész ösvény, az ártér csodálatos, szúnyogos világába. A pallóknak van itt-ott némi folytonossági hiánya, itt-ott nem értelmezhető. Engem az lep meg, hogy annak ellenére nem folyó víz, nézzétek meg milyen kristálytiszta. Nem tudom, mennyit ad vissza a videó, de szinte áttetsző. Pedig itt aztán van élet, jó, mondjuk még csak május van. Ezzel lehet bujkálni is a fák alatt. Jaj! Na itt jön a limbo, azt itt lehet gyakorolni. Ez a mocsári nősziroma, amit megtudtuk az előbb.
különösen védett értékes faj, és itt vízi siklót és kockás siklót is láthatunk, de nem láttunk még eddig. Szóval ez a tanösvény, ártéri tanösvény, 500 méter keresztül visz be, tényleg a, mondjuk úgy, hogy az ártéri mocsárnak a nehezen megközelíthető helyeire, mert ide azért máshogy nem nagyon lehet bejutni, csak gázolva, de így nagyon szép élményt ad. Hát nem tudom, hogy mennyire hallatszik be a kakuk, ott egy mocsári nősziram liget, és ott figyel valami szép, gyönyörű vízimadár. Hát nem tudom, mennyire tudtam jól rá közelíteni. Meg kiskacsák vannak, nézd. Ott, ott hol van? Ott mennek az anyával, de már elszaladtak. Biciklik megvannak. Érkezünk Vácra. Sajnos az idő egy kicsit beborult, de azért reméljük, hogy nem lesz eső, meg nem lesz kellemetlen. Vácon négy dolgot fogunk megnézni. Dunapart, főtér, bazilika, meg a diadalív. De itt van például a Váci vár. De csak így futtából nézzük meg. De Vác önmagában is megér egy délelőttöt mindenféleképpen. Itt a Váci Dunapart, és ez itt meg előttünk a zenepavilon. Azért itt el lehet gondolni, hogy itt kiülnek a zenészek, és szépen muzsikálnak, itt meg a nép hallgatja. Jó van, nem hiába tanítottam az Annát, csak följöttünk ide a járdára inkább, mint lent a macska kövesen. És itt az utca végén kibontakozik előttünk a Váci Székesegyház. Épp dél van. Előttünk a püspöki palota. De hát templomot fotózni, meg filmezni nem egyszerű, mert hát a méretek azért nem könnyűek. 1700-as évek végén épült, 1780 környékén, és klasszicista és késő barokk stílusban. A templomról csak egy érdekesség még, így visszamelőleg is, hogy amikor Vác német és magyar megosztottságú volt, tehát rengeteg német és magyar volt, akkor ezt a templomot úgy csinálták, hogy a határra csinálták, hogy mind a két nemzet temploma legyen. Egyébként a Váci egyházmegye, a Váci püspöknek is a székhelye. Föntről majd látni fogjuk a zöld kupolát, innen lentről nagyon nem. Érkezünk Vác főterére, és ez lehet látni, milyen bájos vidéki kisváros, különben nagyon jó hely Vác. Vác főtere. Jól néz ki. Itt van a fehérek temploma. Itt találtak, amikor valami befalazott helyen találtak egy csomó múmiát, azt valóban ki is állították, az érdekes. És vét vissza a Dunához. Keresünk valami gasztronómiai csúcs dolgot, mondjuk egy hamburgert. Vác tahitót falu, jön át a komp. És ott van a Duna közepén. Ez nem tudom melyik a toldi, meg ilyenek vannak itt. És itt a komp kikötő. Tudni kell, Eszterházi kázvézó, Dunapart, szőkehajú lány. Ezt nem rakhatod bele. Nem rakadom bele? Nem. És mákos kocka. Zacskóból hagymás kenyér. És hagymás kenyér.
Ő de szépek ezek az árvácskák. És megint visszatértünk a bicikli útra, és megyünk észak fele. Ezben elhagyjuk Vác Bájos kisvárosát, de még azért megnézzük a diadalívet, Magyarország egyetlen diadalívét. Vác nevezetessége még a börtön, de erről sokat nem fogok tudni mondani, mert nincsenek személyes ismereteim róla. Minden esetre itt kezdetét veszi a párhuzamos valóság, mert mi egyik énünkkel arra tovább megyünk a bicikli úton, a másik énünkkel meg fölmegyünk a diadalívhez. Még az egyik énünk jobbra fölment a börtön mellett, a másik énünk 2019. április 22-én itt a börtön mellett továbbra is a Dunaparton megy. Ez ám az igazi Matrix. Itt a Váci Dunapart teli van csónakházakkal. Ugye itt a vízisport az egy nagyon népszerű valami, hát nyilvánvalóan adódok ebből, és rengeteg ilyen lejárat van, úgyhogy itt azért mindenki óvatosan eressze meg a bicikliét, még eltönni is, kutyákról nem is beszélve. Bár most még nagyon korán van, úgyhogy ez a veszély még úgy látszik nem fenyeget. Az ilyen lejáróknál mindig kerékpárút vége tábla van. Itt elméletileg le kéne szállni, és úgy kellene tolni tovább a biciklit, és ahol újra megjelenik a kerékpárút tábla, ott föl lehetne szállni. Szóval nehogy azt gondolja valaki, hogy itt a kerékpárúton lehet randalírozni, ez csak azért fontos, mert valakit gázol itt egy biciklis, akkor az bizony az ő felelőssége. Ez itt jobbra, ez a csúnya épület, ez egy rakodó, mégpedig lenne a cementgyár rakodója. Nemzetesen itt lehetett megrakni uszályokat cementtel, porcementtel, voltak erre kiképzett hajók, uszályok. Hát most nem tudom, hogy egyáltalán működik-e még, de hát azért benézünk ide egy pillanatra. Hát ez ilyen. Itt a luxusházak közébe érdemes lemenni a Dunapartra. Ez a Buki-sziget természetvédelmi terület. Úgyhogy mi is le fogunk ide kocogni, és belehallgatunk a békáknak a beszélgetésébe. Hát nagy dumások ám. Csak így gyalog, és halkan. Talán meg tudunk lesni egy-két béka úrfit. Ott figyelnek a... Nem tudom, mennyi látszik belőlük, de most szemérmesen elhallgattak. Nagyon észrevettek. Nem látom ám a kijelzőn, hogy mit láttok, de szerintem ott egy csomó békát lehet látni. Azt az érces hangot figyeljétek.
ahogy a békáktól följövünk itt a házak közé, itt majd a túra útvonal az jobbra megy föl, itt a dombon. Mi is erre megyünk, de mi majd később, de aki nagyon vágy fülű, annak érdemes lenézni a Buki szigetre, ami hát szépen levisz a Dunapartra, meg egy kicsit bepillantást enged egy dunai sziget életébe. Úgyhogy mi most ezt meg is tesszük, de majd visszafele arra fönt megyünk tovább. Hoppá, én úgy látom, hogy ott az le lesz zárva, de akkor már lejövünk ide a horgászok közé. Ez itt a Buki horgásztó, de a szigeten, ha jól látom, vízmű cucc van. Arra hallgattuk a békákat, most is aktívak. Jó napot! Akkor csapjunk bele itt a Dunapmenti bicikli út, legalábbis a Vác és Szop közötti szakasznak a legnagyobb emelkedőjébe. Na, senki se gondoljon ezt Elvióra, vagy akármire, vagy egy transzfogarasra, hanem inkább csak egy ilyen kis dombocska. De a végén meg kell állni, tehát arra mindenki figyeljen, ha valaki szembe jön, mármint nekem szembe, a végén. Végén van egy elsőbségadás kötelező tábla. No, de hát ez inkább csak ilyen laza kis dimb. Itt ugyanis a bicikliút elválik egy picit a Dunától, és bekukucskál így a dimbek dombok közé. De hát jó is van, egy kicsikét combozni kell, még a kezdőknek se árt egy kicsit belekóstolni ebbe. Itt a régi 12-es úton jött egy darabig az út, aztán most átmegyünk az új alatt egy jóképű biciklis alagúttal. Tehát ez egy sokszínű kis bicikliút. Na nem hosszú alagút, de azért látványos. És ilyenkor csengetni kell. És szépen vissza fogunk lejteni a Dunához. És szépen itt kiértünk a főút mellé. A kedves motoros barátaink bemutatót tartanak nekünk. Na, nem baj. És hát itt megyünk szépen Verőce irányába. Jobbra már föltűnnek a Börzsönynek a dombjai meg hegyei. Balra meg a Duna. És hát ami érdekes, ide nem lehet bemenni, vagy én nem tudtam még bemenni. Itt van egy, talán látjátok is, egy római kori őrtoronynak a maradványa. De hát ezt csak így az útról lehet megnézni, mert semmi bejárat nincsen. Kezünk meg Verőcére, ahol majd lassan ez a párhuzamos valóságunk véget ér, de azért itt megnézzük még a Dunapartot, és akkor utána visszacsatlakozunk a fő túránkba. De itt minden esetre egy egész jó kis biciklis hely van kiülőkével, ez újdonság, amióta vagy nem jártam erre. Hát még nem a biciklisek dominálnak, hanem a helyi erők. És itt van a Dunapart. Ide lemegyünk egy kicsit, most megpihenünk. Itt a kavicson megcsodáljuk a... Nem megállok. Így nem jó. Nem jó. Na így, majd megállok. Szóval ez egy ilyen Makovec által tervezett harangjáték. Itt Verőcén a Dunaparton. És figyelmébe ajánlom mindenkinek, az ott egy nagyon jó stég.
Dunaparki kilátása, első osztályú pihenőhely, mi is most reggelizni fogunk. És itt a Dunaparton megfigyeljük, ahogy ez a szerb Rubikon nevezetű önjáró túrja fölfele a vizet. Hát lehet a folyóvízes mérsebessége mondjuk egy 10, de mivel a víz is folyik egy 4-5-öt, ezért jön 5-6 km per órával csavar fölfele. Elsőnek azt hittem, hogy ez egy mellévett alakzat, de ez egy önjáró. Most nem látok megint, de ott van egy kiszögellése. Neki ilyen hajótestet ritkán lehet látni, vagyis én még nem láttam. De hát sok mindent nem láttam én még. De, és nem is szerb, bocsánat, helyesbítek, mert ez egy szlovák. Most látom, hogy SK a felirata. Ja, akkor már egy kis panoráma is. Aj, de szép hangja van a motorjának. Az idősíkok mindig valami kultikus helyen találkoznak, és itt ez a ősi életfaj jelképnél futunk bele később kori önmagunkba. Ezt a részét úgy hívják Vácnak, hogy Kis Vác. A ellenreformáció, mondjuk úgy, hogy időszakában Vácról kipateroltak minden nem katolikus vallású egyént, és akkor itt Váctól, hát akkor még északra létrehozták ezt a kis zsellérterepet, most meg már úgy teljesen összenőtt természetesen Váccal. Szóval, hogy azért ne legyen olyan síkvidéki érzésünk a Duna mentén, teszünk egy kitérőt a Naszájra. De a másik énünk, az ugye ment tovább a Dunaparton, kicsit előbb időben. Mi megmásszuk a Naszájnak az oldalát, hát ez egy olyan 300 méteres szintemelkedés lesz kb. Érdemes átgurulni a kettes út alatt, meg nagyon máshova nem is lehet. Úgyhogy... a gyerek, ha játszik, mi? Tompika játszik. Ahol most vagyunk, ez Vác Gombás nevezetű hely, és lehet sakkozni, hogy vajon miről kapta a nevét. Fogadjunk a gombáról. Szépen szerpentinezünk fölfele, pont most nyílik az akát, és oly gyönyörű finom illat van. És itt már némi kilátás is van a szemközti oldalra. Egy kis kanapét esetleg a forgalom számláláshoz. Na, itt meg a kollega jön már lefele. Annát ott lehet látni föntebb egyel, és ott még egyel följebb az autó, tehát itt azért még tágtere van az emelkedésnek. Süni! Szia, Süni! Vigyázz magadra! Már sok Sünit látni az úton kilapítva. Pedig nem is tudom, miért motosz, pedig a Sünik azok ilyen, mondjuk inkább, hogy éjszakai esti állatok, legalábbis a betyár kutyán mindig éjszaka fogja meg a sünöket, és akkor ugat, mint a kutya. Ha valaki a Naszáj csúcsra akar menni, annak itt kell fölmenni jobbra, de ez csak gyalogosan járható. Mi most itt a Galéria úton megyünk tovább. Hát azt már mindenki láthatja, és nagyjából tudja is, hogy itt azért bányászat folyik, repesz hatás. Régóta 105, körülbelül 1900-as évek elejétől folyik itt mészkőbányászat. Ugye most már leginkább cementet gyártanak belőle, és azért nagyon szerencsés ennek a
bányának a helyzete, mert agyag is van mellette, ami szintén kell a cementgyártáshoz. Jönnek már a motorosok is, motoros kollégák, már nem tudom miért kollégák, az inkább egy technikai jellegű, a sportnak nem is mondom, de hoppa, de mindenféleképpen a túrázás öröme meg lehet benne. Na, alig ha nem kilátóponthoz érkeztünk. Anna már föl is állt, mint a szirtisas a bércre. Hát egy rövid rálátás Vácra. Ott a Székesegyház, csak nem tudom, hogy jól közelítem, mert a zöld kupolát most innen talán még jobban lehet látni. Ott a Duna, és hát az megy szépen arra délre. És még Budapestet is jól lehet látni, sőt, még szerintem a Gellért hegy is kiviláglik. Szerintem az lesz ott, csak ez már nagyon remeg. De ez itt a Cserhát, balra, és jobbra meg a Visegrádi hegység, mármint a túlparton. Maga a Naszály, ami itt van talán ott jobbra látható, az 652 méter magas, és hát azt már mondtam, hogy mészkő, és hát egy nagyon értékes terület, itt a Duna, az Alföld és a Börzsöny találkozásánál van, teli mindenféle értékes állattal, madárral, növénnyel, barlanggal, rengeteg barlang van benne, szóval a gyalogtúrának is jó célpont oda föl klattyogni. Hát a látvány ugyanaz, mint mondjuk 50 méter, 100 méterről lejjebbről, csak kicsit magasabbról. Szóval ez a terasz kilátó, ami alapvetően hétvégenként van nyitva, innen azért nagyon jó babalálátás van a Vácra meg arra a részre. Úgyhogy ez egy jó randi ötlet. De még most jön a java. Gurulunk lefele a másik oldalra, és ott föltűnnek már a Börzsöny hegyei is. Ahogy jöttünk lefele, itt jobbra érdemes eljönni. A Zsák utca tábla ne tévesszem meg senkit, ez egy agyagbányához vezető út csak, de nekünk majd jó lesz. Na most ez azért kaptatósabb lesz, mert eddig nagyon kényelmesen jöttünk, de itt majd nyomatni kell azért. Ancsika már küzd ott fönt. Ilyen lehetett a Naszály eredetibe. Szóval, ha valaki itt a kövektől valahol meg tud állni, ezen a kis ösvényen, itt a nagy kanyarba, szerpentinbe érdemes bemenni. Meglátjuk, mit fogunk látni. Ennek az ösvénynek a végéről elméletileg nagyon szép kilátás kell, hogy nyíljon. Minden tudomány ezt mondja. Tudjátok, milyen szoba van a pók lakásában a legtöbb? Háló. Érdemes elgyalogolgatni erre azért. Már itt nyílik a rózsa, hiába ez egy déli oldal. És teli van mészkővel. Ezek a vörös beütések különben, ezek bauxit beütések a mészkőbe. Jó kis út. És valóban lett tiszt azért kilátás. Ugye ez a Dunakanyarnak az a része, ott messzi Verőce, oda fogunk leereszkedni majd lassan. És megyünk tovább, megkerüljük a Szentgyörgy-hegyet. És annak a túloldalán ér véget a túránk majd
Hát az még az odébb van. No, és akkor indulhat a tánc! Száj nyugati, észak-nyugati része. Ott voltunk annál a letörésnél, súvadásnál, ott a öröslik. És mindjárt kiérünk a kettes főútra. Remélem, Ancsi erre jött, vagy Anna erre jött, mert hogy ne zörögjél már, mi zörög megint. Na mindegy, mert az jó lenne, ha nem kéne visszamenni. Milyen kilométert kell menni itt a kettes főúton, még szerencse, hogy lefele, de hát ez nem egy kellemes világ. Már volt ettől már rosszabb is. A kettes úti robogás után megérkeztünk a Katalin völgybe, ez Verőcég itt. Ki is tart, és hát ez itt a Lósi patak balra, és hát egy több ilyen tanya van itt, némelyik eladó, de ezért ez itt jól néz ki, kellemes vidék. Itt vannak a cuki kecskék. Hello! Tessék! Ott az alpaka. Hello, alpaka! Na, megállok miattad. Még életemben nem láttam alpakát, de nem is nagyon hajlandó felé mutatni, csak a csúnyábbik felét. És jönnek is szembe. Megérkezünk Verőcére. Hopp-hopp, itt a kollega tolat. Csak hova tolat? Ja, megfordul. Na. Na, ez itten faramuci helyzet, de minden esetre ez a balassagyarmati vonalról. És gurulunk le a falu központjába. Verőce, a katolikus templom stációi, és ami miatt akartam megállni, az ország egyetlen keresztelő János szobra. Kicsit ránőtt már a fa, minden esetre. Én kiáltó hang vagyok a pusztában, mondta keresztelő János. Továbbá, akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van élmény valója, hasonlóan cselekedjék. Na, végre valami értelmezhető térkép, mert én sem hoztam magammal, mert ezt a részt ismerem nagyjából, de ugye innen indultunk Budapestre, és ez a Dunakanyar, ahol nyugatról, vagy keleti irányból a Duna délire fordul. Itt a Szentendrei sziget, majd ezt még mutogatom. Itt jöttünk fölfele, és most, hol is vagyunk? Kisoraszi, Verőce, itt vagyunk Verőcén. Ugye itt jöttünk át ezen a kis úton. És akkor már csak ennyi van Szobik hátra. Azért a térkép mindig jó, sokkal jobb, mint akármilyen mobil alkalmazás. De hát változnak az idők. És csatlakozunk két héttel ezelőtti önmagunkhoz, vagy három héttel ezelőtti önmagunkhoz, és a Mátrixban helyreáll a tér-idő kontinuum. Ez itt meg Miklós bácsi, az íbő. Tudjátok, az építész. Aki ezeket a gyönyörű támfalakat tervezte, mert hogy eleink sem mentek egy kis sznobosságért a szomszédba,
Úgyhogy íből tervezett egy ilyen jó kiülős teraszt, ahonnan rá lehet nézni a kocsmára, vagyis a Dunára, és azóta mindenki így csinálta. De ez azért jól is néz ki, mert hogy egyből védve van a Dunai árvizekkel szemben. És itt egy egész sor támfal keletkezett. Nézzétek meg, milyen jól néz ki. Azért egy ilyen telek azért egész jó. Van itt élet. A bicikliút itt most Nagymaros Verőce fő utcáján visz végig. És megjött egy kicsit a szembeszél is, Anna meg elpörkölt, és nem figyeli, hogy hogy át kéne menni a másik oldalra. De figyelünk, jó van? Közben átértünk már Kismarosra, Verőce Kismaros nagyjából összeépült. És itt hát ilyen szép, békességes házak között visz a bicikliút. Szóval a tájékozódás az mindig ősi dolog, csak a módszerek változnak, de az eredmény ugyanaz. Hát igen. Szóval a tájékozódás iránti igény az örök, csak a módszerek változnak, régebben mi még tapisztuk a csajokat, a mostani fiatalok már szkenelik. De a lényeg az... Lényeg az információ szerzés. Annának nem tetszett a poén. Csak kerestem valami hasonlatot, hogy a tájékozódás az igény az örök. Kismaros a Dunapartról. A bicikliút itt a gáton megy. És hát körülbelül 60 kilométert jöttünk eddig. De nagyon kellemes bicikliző idő van. És a hegyek is nagyon jók. Ez itt már a Börzsöny. Itt azért táborhelyek is vannak bőségesen. És Anna megjegyezte, hogy ez nagyon hasonlít az ausztriai szakaszára a Dunau Wegnek. Helyszíni közvetítésünket látjuk a Nagymaros Vendég című foci meccsről. Hát ez vitatható volt, nem? Megnézzük a kerékpáros söröző étterem című valamit. De igazából azt azért megyünk le itt a Dunához, hogy a sziget csúcsot talán innen lehet a legjobban megnézni. De ez nem tudom, hogy igaz, nem igaz. Megnézzük. Egyenest. Erre nem tudom, mi van. De... Nem voltam még én itt, ide sem, nem jöttem ide be, de... De itt van egy jó kis kemping, ez tényleg jó hely. Csak le lehet menni a Dunához. Aha. Le lehet menni, csak itt ilyen kis ág van, amit látom. Annának van egy jó kis defektje. Az egy nagyon hálás dolog. Az mindig hálás dolog, de most különösen, mert hogy neki olyan gumia van, amihez nincsen szerszámom. Még fölfújni se tudjuk. Most hiába ragasztanám meg, ragasztó az van nálam. Úgyhogy most ő elköszön a kedves nézőktől, mert hogy hazamegy vonattal. Ennek az útvonalnak még egyik nagy előnye, hogy bármikor lehet vonatra szállni, minden állomáson és megállóhelyen megálló vonatok vannak, és azonnal lehet segítséget kérni, mint így most már Anna is. Vonattal megy majd haza. És megérkezünk közben Nagymarosra.
Nagymarosnál azonnal vonza a tekintetet a Visegrádi vár, fönt a Fellegvár, lent a Salamontorony, ott a hajókikötő, és hát ez így elég ütős látvány. Amit még mutatok, ott válik ketté a Duna. Ott, az a Szentendrei sziget északi csücske. Ott megy be a kis Duna, és balra meg a nagy Duna van itt a földnyel fölött. Hát ha valaki így lent a Dunaparton akar jönni, azt is meg lehet csinálni, egész jó kis ösvények vannak. De mindjárt fölérünk a bicikli útra. Ezt a gyepet figyeljétek! Na tekerj bele! Föl kell mennünk! Nyomjad! Megvan! Megvan! Nagymaros Dunapart. És itt is van komb, ami átvisz Visegrádra. Most ők direkt labdáznak, vagy ezzel? Ez egy jó szórakozás lehet. Kajak labda. Ez kajak, mi? Hopp, az elmaradt. Nagymarosnál sose értettem, vagyis hát régebben onnan kezdem, hogy amikor olvastam Mátyásnak a dolgairól, akkor mindig mondták, hogy a marosi síkon így, meg úgy viadal, stb. No, itt azért sok vendéglátó ipari egység, magyarán kocsma található, úgyhogy nem is tudom, hogy mi most itt. Hát valamit csak eszünk. Annát már elhagytuk, ment a vasútállomásra. Mi meg megyünk tovább. A bicikli úton. Kéne valamit enni, mondjuk a lángos sörrel, ez ilyen könnyű kímélő, úgyhogy az jó lesz. Ide rendszeresek a hajójáratok is. Ez egy Moszkva típusú személyhajó, orosz gyártmány, jó mély merülésű. De ami talán még érdekesebb, ott egy tolóönjáró csattog fölfele német felségjellel. De ami még érdekesebb, ott szemben meg Visegrád és a Visegrádi hegység. Kiköt a komp. Ott megy Anna vonata. Az majdnem biztos, hogy az. Szóval ez itt meg Nagymaros. Ja, és ott tartottam, hogy Mátyás, meg a marosi sík, meg ilyesmi. Soha nem értettem. Az én fejemben a Maros, az a folyó. És soha nem értettem, hogy miért kellett Marosig menni, tehát a marosi folyó, Maros folyóig elmenni, azért, hogy Mátyás korában egy lovagjátékot megrendezzenek. Ezt komolyan nem gondoltam, és körülbelül mostanáig nem is nagyon gondolkodtam azon, hogy ez hogy volt.
de végül aztán rájöttem, hogy az a Maros, az ez a Maros volt, tehát csak gyakorlatilag átugrottak Visegrádról, és itt a Marosi síkon rendezték meg a bajvívást. Ez itt a belváros, és itt megy a vonat el fölöttünk. Ugye, arról már talán beszéltem, hogy a 1846-ban adták át a Budapest-Vác vasútvonalat, de utána a szabadságharc leverése után néhány évvel, az 50-es években, 1850-ben már meg is csinálták a Vác-Szob vonalat, ami gyakorlatilag ott megy fölöttünk. Ment el fölöttünk, és hát nagyjából ez Marosnak a belseje. Az mondjuk kicsit gázos, hogy itt a város központjában fejmagasságban templomtól nem messze dübörögnek el a nagy nehéz tehervonatok is, de hát ez ilyen. Ez itt az én jó pad. Kiülőnek mindenféleképpen. Ez a kőgát, itt meg tulajdonképpen árvízvédelmi töltés. Itt is pörköl lefele egy szárnyas hajó, Bíbic 2, ezek Esztergomból jönnek le, és hát azért szerintem nagy élmény lehet így lemenni. Nem tudom, mennyibe kerül egy jegy, de gondolom, opa, gondolom nem 10 fillér. Egyébként az Euróveló 6-os bicikliút magyarországi szakaszának a fantázia neve, most ki volt is írva, Folyók útja. Nagymaros szerintem legtöbbször, vagy sokszor egy másik dunamenti falunak a nevével került össze, vagy ugye együtt mondják, ez a Bős Nagymaros vízi erőmű rendszer, és hát itt lett volna egy hatalmas duzzasztó gát annak idején. De aztán ezt a politika elmosta. A Börzsöny itt egészen lenyúlik a Dunáig, és hát ezért volt jó hely ez a duzzasztó gátnak. És hát itt azért sok közlekedési eszköz szerelmese megtalálja a számítását, ott mennek fent a vonatok, lent a hajók, itt középen az út, meg a bicikliút, szóval itt van a, tulajdonképpen itt van a Duna áttörése a Börzsöny és a Visegrádi hegység között. Nem hiába akarták ide rakni a vízi erőművet. Az eredeti koncepció az lett volna, még itt nézzük, itt a dömös van a szemközti oldalon, és lehet látni, hogy milyen zavaros a víz, már mint így fodrozódik, hullámzódik. Itt jó össze van szűkülve. És hát azért is jó lett volna itt a gát. Na, tehát az volt a koncepció, hogy Bősnél építenek egy olyan erőművet, ami ilyen csúcsterhelésű erőmű, tehát amikor a legnagyobb szükség van az áramra, akkor mondjuk úgy, akkor termel. Igen ám, csak ez azt jelentette volna, hogy hát egy olyan 4-5 méteres árhullámot okozott volna a Dunán, és ide Nagymarosra azért kellett volna ez az erőmű, hogy ezt az árhullámot kicsipítsa, kvázi egy tározóba engedte volna a vizet a Bősi erőmű. Itt jó összeszorul a folyó, bent a Duna, bicikliút, út, vasút, meg jó kis szembeszél is van. Itt mindig szembeszél van. Itt a Dömösi átkelés nevezetű vasúti megálló, meg itt egy kis grévkötő, kikötő, és át lehet menni
Dömösre. Bocsánat, csak itt nagyon kapkodtam a kamerát. Na szóval az ott Dömös, Dömösi átkelés, és itt van egy vasúti átjáró, majd megálló, és akkor így is meg lehet közelíteni Dömöst. De kevés vonat áll már meg itt, azt hiszem. Na bejöttem ide a Dzsindzsásba egy kicsikét, mutatok nektek folyamkilométert. Ez az 1700-as folyamkilométer a torkolattól számítva. Szóval ez egy nagyon szép bicikliút, és hát tényleg azt lehet mondani, hogy aki szeretne belekóstolni a mondjuk úgy a túrabiciklizésnek a alapjaiba, az próbálja meg magát ezen az úton, mert szerintem egy nap alatt is rettenetesen kényelmesen teljesíthető. Visszafele is megér egy fényképet az ügy. Itt a bicikliút fönt a magas parton megy, és hát ilyen szép rózsalugas között. Hát azért a kilátásért csak ide gördülünk. Hát ezt nem sok mindenben kommentálom, de ez egy jó hely. Közben megérkezünk Zebegénybe, ide ebbe a, mondjuk, hogy jelentős részben szlovákok laktak is dunakanyari faluba, és lehet látni, hogy nagyon ki van csicsázva, mármint pozitív értelemben, tehát szépen ápolt és gondozott porták vannak. A bicikliút itt lent megy majd balra a Dunaparton, ki is van írva, hogy lassíts, igen, mert ez itt nagyon meredek emelkedő. A falu az bent van jobbra, úgyhogy mi most benézünk a központba. Lassíts! Szóval ide érdemes benézni, ez egy csodaszép kis falu. Csak ezt a macskakövet tudnám felejteni. Jaj, ijesztegetik itt az embert. Hát gondolom jó remeg itt a macskakőben a bicikli. Itt van egy ilyen hajózás történeti múzeum. Ide érdemes benézni, van itt minden, amit akarsz, csak éppen már mondjuk, hogy nincs is nyitva, de még mahartos emblémás cuccok is vannak. Meg minden. Na, de csak azért mutatom, hogy aki ez iránt érdeklődik, ide jöjjön. Igazából a kilátóba szeretnék én fölmenni még, csak hát ez nem biztos, hogy jó fele megyünk. De azt gondolom, hogy csak erre lehet. Út a kilátókon át. Aha, akkor ez jónak tűnik. Jó, akkor nyomassuk. Némi meredeksége van az ügynek, de aki kilátóba akar menni, az ezzel azért számoljon. Nem gondoltam, hogy ilyen erdei út még lesz, de hát azt mutatták erre, hogy erre van a kilátó. A kilátó a helyén van.
Ha már ide följöttünk, akkor föl is megyünk. És akkor kilátás a kilátóból. A Szentgyörgyhegy, ugye arra van dél, arra folyik a Duna. Amit akartam még mutatni, csak azt valahogy kikerült a bicikliút a viadukt. Hoppó, van ott van. Ott a videodukt. Azt hiszem, hogy Magyarország második leghosszabb viaduktja. Ugye a szemközt már a Visegrádi hegység. Ott Pilismarót, ott a Pilismaróti öböl, és ott messzeségbe a Limbai hegyek, az már a Szlovákia. Odáig fogunk elmenni, ott talán még felfedezhetjük az Ipoly-torkolatot is, ha valaki olyan vágyszemű. Odáig kell elmennünk, az ott szól. Megpróbálok rá közelíteni a szárnyasra, és lehet, hogy tényleg látszik, hogy egy szárnyon siklik. Olyan nagy sebességre tesz fel, hogy kiemelkedik a vízből, és egy szárny felületen siklik. Különben harckocsi motor van benne. Jövünk, találunk itt egy kis kápolnát, és ha minden igaz, akkor itt lesz a Trianon emlékmű is. Igen, ott van, jaj. Leírás itt a Kálvária dombokról, egészen az őskortól napjainkig. És itt a Trianonról, és itt az országzászló. Ennek a tetején régen egy kilátó volt. Most ugye ezt átvette a Kós Károly kilátó, amin az előbb voltunk fent. De csábít ez az erdő különben. Ez egy jelzett bicikliút, úgy egyszer kipróbáljuk. De most megyünk visszafele. Zebegény, Dunapart. És nekirendülünk az utolsó szakasznak, ami a Zebegény szob. Miközben kapaszkodunk föl a Dunaszintről a vasúti töltés mellé, mindenkit megnyugtatok, Anna már hazaért. Nem tudom, hogy valaki idegeskedett emiatt, de a rajongói azért lehet, hogy aggódtak. Ezt a bicikliutat a vasúti töltés oldalába vágták. Nagyjából itt van fölöttünk a vasút, alattunk a Duna, és ez itten szépen kacskaringózik a vasúttal együtt. Sajnos egy keserű tapasztalat azért van, mind a mellett, hogy nagyon szép, szerintem jó kis túra volt, hogy az új videó kamera, amit most itt a kezemben tartok, nem bír ki egy napot egy akkumulátorral. Ez azért hosszú távon gáz, mert vesz az ember 3-4 akkumulátort, az jó. Na, minden esetre ez nem jó hír, azt hittem többek bír. Hogy bőven használtam a második felében a túrának a fényképezőgép kameráját. Hát nem tudom, hogy a két minőség majd mennyire válik el egymástól. Gyanítom, hogy azért érzékelhető lesz, de remélem nem zavaró. A Dunakanyar biciklivel részletesen, vagy a Dunakanyar részletesen biciklivel című, mondjuk úgy, hogy kett csináló túránk lassan a végéhez érkezik. Szob lesz a következő, egyben utolsó állomás. Ide sokszor érkeztem, és innen sokszor is indultam biciklivel, de most megnéztük, hogy milyen idáig. Szerintem azért található benne látványosság bőségesen.
Nem tudom, kinek mi volt a legszebb, kinek mi tetszett a legjobban. Hát én se tudom magamtól eldönteni. Hát a Naszály azért a szép, de a Duna is az. És megérkezünk Szobora. Itt a Szobikombnál fogunk bepillantani egy-egy ilyen kabinos életébe. Oda kiülnek a polgárok, iszogatják a sörüket, és aztán bizony-bizony nézelődnek. Tehát igen, élni tudni kell, az bizonyos. Meg hát kell is pénznek lenni egy-egy ilyen dunai hajóúthoz. Megkeressük a vasútállomást. Na hát, nagyjából nem olyan nehéz megtalálni. A kocsma az mindenhol a legfontosabb. Mondjuk úgy, hogy helyszíne a férfiak tudományos értekezésének. A tudományos értekezés nagyjából ilyenkor mindig arról szól, hogy asszonyból lett-e a sárkánykígyó, vagy a sárkánykígyóból lett-e az asszony. Na, ma már kétszer is poénkodtam az asszonyok kállára, mert nem is tudom, mi volt a másik, de ez nem szép dolog, különben nem is szabad, mert mi lenne nélkülünk? Nem, mi lenne nélkülünk? Na még egyszer, hogy van? Tehát mi lenne velünk nélkülük? Hű, de kegyetlenül sivár világ lenne. Azt a picsa! Lehet, hogy most megy el a vonatom? Akkor van még egy órám. Mindig tanul az ember. Én nagyon szeretem ezeket a vidéki vasúti állomásoknak a hangulatát. Akarja valaki értékelni a mai napot? Szívesen átadom. Szóval valami bölcs okossággal kéne bezárni ezt a mai napot. Azt mondom, hogy aki kezdő túrázó és kedvet kap a világban egy kicsit körülnézni, az talán ezen a túrán, ezt a túrát végig tudja csinálni. Szinte mindenki végig tudja csinálni. 80 pár kilométer, úgyhogy így szakli-pakli, de szerintem ez egy teljesen jó kis túra. Még én is meg tudtam csinálni. Remélem még így a félhomályban látszik a napi teljesítmény. 91 kilométer, de ebből mondjuk olyan 5-öt levonunk, tehát 80 inkább. A szémetemelkedés meg olyan 500 környéke lehetett, úgy minden szakli-pakli. 651. Na, ezt hol szedtük össze? Na, nem baj. A lényeg az, hogy ennyi volt.